párkapcsolati témával folytatjuk. Vendégünk Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus, akivel ma reggel a boldog és hosszú párkapcsolat titkát fogjuk kutatni. Hát szerintem kevés időnk van, hogy felgöngyölítsük, de az alapkérdés, mi kell hozzá? Jó reggelt kívánok! Hát igazából az egyik a tudás, az, hogy mi az, ami kikezdi. Tehát miért van az, hogy mondjuk sokkal kevesebb az elkötelezett párkapcsolat ma, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Erre ugye valahol a közösségi oldalaink, és az a sokkal több inger és csábítás a válasz, mert gondoljunk bele magunkról, igen, ezt ami akartam nem felel mondani. Meg a valóságnak. Tehát valahol egy illuzórikus világ, tehát eleve mondjuk onnan kiindulva, hogy például elhisszük azt, hogy bárkit is érdekel a reggelink. Tehát az, hogy egy teljesen nekem más világban csöppünk bele. Ezért van ennyi lemerevített arcú nő botoxal, mert az pont úgy néz ki, mint az Insta kép filterezve. Tehát ez az egyik része, meg az, hogy az a mennyiség. Tehát valahol sokkal nagyobb a csábítás. Tehát gondoljunk bele, például egy kicsit összekülönbözünk partnerünkkel, felmegyünk a közösségi oldalakra, és valami olyan ingerbőség vár minket, ráírunk, és már is egy flörtbe bocsátkozunk. És igen, pontosan amit mondasz, hogy igazából hogy elhisszük azt, hogy tényleg az a csili-vili világ a valóság, hogy ennyi lehetőségünk van, és valljuk be, kevés ritkán teszünk föl például mondjuk egy olyan képet magunkról, amikor ki vagyunk borulva, és mondjuk a sarokban sírunk. Tehát ezáltal elhisszük, hogy másnak boldog a párkapcsolata, miénk meg szürke. Tehát ez az egyik része. Sőt, én nem tudom, hogy neked ez tapasztalatban mennyire igazolta vissza magát, de sok esetben azt látom, hogy azok a párkapcsolatok a boldogtalanok, amelyiknek nagy nyoma van a közösségi oldalon. Ez a reggel, délbe, este, kicsikémmel, így szeretem, úgy szeretem, puszi-nyuszi. Itt ez mindig a külvilágnak, vagy egy esetleges harmadik félnek szól, aki már úgy félig meddig benne van a pakliban. Igen, erre mondja azt a pszichológia, hogy bizonygatni azt kell, ami bizonytalan. Tehát nyilván valahol egy köztes emberi értékünk a mérték és a középút mindenben. Tehát az, hogyha egyáltalán és nem is látszik, az is azért nyilván beszédes, de ennek a másik része is. És hát ugyanakkor pedig, tehát a párkapcsolatokra vonatkozóan, hogy tele vagyunk olyan illúziókkal is, és most, hogyha félretesszük a közösségi oldalakat, hogy például ugye azt szoktuk mondani, eleve a szerelemnek múlnia kell. Tehát valahol ilyen szempontból rossz a reklám. Azon kívül azt, hogy elhisszük ugyanakkor, amikor benne vagyunk, hogy nem, a miénk az más, az örökké fog tartani, és elfeledkezünk arról, hogy tenni kell érte. Tehát gondoljunk bele, hogy összekötjük az életünket, és onnantól kezdve valahol nagyjából ugyanabban az időpontban, ugyanabban a lakásban hazamegyünk, ahol ugyanaz az ember vár, ugyanazon három ruha valamelyikében, ami után ugyanazok a folyamatok következnek. Tehát kell, hogy egy kis külső, friss forrás legyen ilyen értelemben, hogy hétvégén ne csak a nagy bevásárlást ejtsük meg, ne csak mondjuk a nagy mosást és a vasalást, hanem hogy egy kicsit megint valami új izgalmat hozzunk, közös élményeket a kapcsolatunkba, hogy tényleg ne csak a négy fal záródjék ránk, és hogy valahol pont emiatt van, hogy hazaérünk, és már oda se figyelünk a másiknak. Tehát folytatjuk az éppen elkezdett munkát, házi munkát, folyamatot, és a másikra szinte rá se nézünk, hanem szia, oké, tehát hogy nem adunk igazán figyelmet a másikra, és bizony régi trükk, de igaz az, hogy akár napközben egy kávéra összefutni, azt egy ebédre, azt, hogy megint egy kicsit úgy lássam a másikat, mint amiért megismertem, és amiért pont őt választottam ki. Amiért pont őt választottam, ez is egy érdekes kérdés. Mert itt is, hogyha valaki nem ismeri önmagát, akkor nagyon-nagyon tud félremenni a választása, szintén a felvett áll profil és önmagáról kialakított kép miatt, vagy hogy otthon mit hallott magáról, mint egy szem gyerekről. És ugye itt szokták mondani ezt a bizonyos négy asztal pszichiátriailag, amik három vagy négy lába van, és hogyha mindegy egy tulajdonság, és ugye, hogyha ebből kettő hiányzik, akkor elborul a párkapcsolat is, mint az asztal. Melyikek ezek a lábak, aminek meg kell lenni legalább háromnak? Igen, tehát ennek számos felosztása van, tehát attól függ, hogyha például Sternberget nézzük, akkor az intimitás, az elköteleződni tudás és a szenvedély ez a három. És itt pont már a szenvedélyt említettem, itt is egyfajta nagyon nagy félreértés van. Azt, hogy azt gondoljuk, hogy ugye a szenvedély
A szenvedélyes szerelem átalakul egy ilyen kis csendes, társ szeretetté jobb esetben. De valójában azt szoktuk mondani, hogy nem szükséges. Tehát igazából az a mániákus komponense vészel, amikor folyamatosan otellói féltékenység gyötör, folyamatosan ellenőrizgettem a másiknak például a közösségi oldalát, egyfolytában aggódom, hogy elveszítem, de gondoljunk bele, amikor ugye a szerelem friss, és amikor találkozom a másikkal, akkor hogy érzem magam? Ugye kicsit ez a kezem, lábam remeg, ez az adrenalin szint, gombóc a torkomba, ahogy az angol mondja, pillangók repkednek a gyomromba, amikor meglátom. De most képzeljem el egy 20 év házasság után, ha ugyanúgy megpillantom a másikat, amint átmegy a nappaliba, kijön a konyhából, bemegy a fürdőszobába, és ugyanez a remegés lenne rajtam, és ugyanezek a pszichofiziológiai reakciók, véletlenül összeomlana az idegrendszerem. Tehát természetes az, hogy ez nem tartható fönt ez. Tehát ilyen szempontból a szerelem egy nagyon metabolikusan költséges állapot, dolgozni se tudnánk, ugye egyfolytában csak őre gondolnánk. Tehát ez a része lekapcsol. Akkor ez jó tulajdonképpen, nem veszik el az eszünket egy életre. Így van, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkor az elköteleződés. Valahol a szenvedélyes szerelemnek a többi aspektusa az, hogy vágyom a másikkal találkozni, hogy jó vele lenni. Az, hogy mondjuk jól érzem vele magam, és ugyanúgy folythatnánk még tehát az intimitás és a többi részét. A klasszikus dolgok, ahol ez félre szokott csúszni, hogy a házépítés, házasság után a gyerekkérdés, a 2 éve csak anyuka vagyok és csak pelenkát látok, az én ismeretségi körömben is most rengeteg ilyen hullámvölgy van. Itt lehet jó megoldás mondjuk az, hogy randizzunk egy hét, vagy 2 hetente egyszer. Hozzuk vissza a régi időket, hogy ne csak az anyukát, meg az apukát csináltok, ott a mélypont, amikor már egymást úgy hívják, hogy papa gyere ide, meg mama gyere ide, tehát ott az a vég. Hadd mondjak egy nagyon, hogy mondjam, optimista és szép kutatásnak az eredményét, hogy ugye összekötjük az életünket, és onnantól kezdve pontosan ez a fajta közös életépítése, bizony egy kicsit elsodródunk, és így csökken a párkapcsolattal való elégedettség. Általában jön egy mélypont, ez minden kapcsolatban kötelező. Jön egy mélypont, de ha azt túléljük, akkor elindul fölfele, és paradox, de időskorunkban akár boldogabbak lehetünk, mint amikor megismertük, és pont ezek miatt a dolgok miatt, amit elértünk együtt. A ház, a gyerek. A közös érdeklődési kör is akkor, tehát hogy valamilyen szinten ez a két ember egymásba húzna, és hát ugye a kétféle kapcsolat, a H betű, ahol van a két stabil ember, és összeköti őket a közös irány, igen, meg az A betű, amiből ugye hát nálunk sajnos a legtöbb, ahogy egymást támogatják, és döllöngélnek össze-vissza, ez köti őket össze. Így van, nagyon fontos az, hogy ne az legyen, hogy az egyik kiszolgálja a másikat, vagy pedig azt, hogy elfejlődjön, hanem két független, önálló és elégedett ember tud igazából tartósan szerelmes lenni egymásba. És nagyon szeretem azt a mondást, hogy a tartós kapcsolat, a tartós párkapcsolat titka az, hogy többször szerelmesek legyünk, mindig ugyanabba a személybe. Szerintem ezt annyira gyönyörűen mondtad, hogy ezt nem is nagyon lehet tovább fokozni, tehát akkor foglaljuk össze 3 szóba. Mi az a 3 szó, amit mindenképpen tartsunk szem előtt, mert a párválasztásnál, hogy ide a végére el tudjunk jutni egy időskorban. Igen, a hasonlóság, amit mondtál. Valahol az egyik ilyen kutató mondta azt, hogy tartsuk a dopamin szintet magason, amire hát azt mondjuk, hogy köz, tehát az azt jelenti, hogy legyenek meg azok a közös izgalmak, és azok a közös érdeklődések, hogy tudjunk új izgalmat hozni mindig a kapcsolatba. A harmadik része pedig az, hogy ne lecseréljük a párunkat, mint ahogy tehát a kitartás és az odafigyelés, hogy ne lecseréljük, mint amit a mai fogyasztói szemlélet adja, hogy minden dob el, hanem igenis legyen erőnk arra, hogy várjuk meg azt, hogy ki tudjunk jönni abból a pukliból. Köszönjük szépen, Kriszt, egy eszünkbe fogadni. Gyere máskor is!